Már 14-en jelentkeztek önkéntesnek Pakson, hogy idős embereknek segítsenek bevásárlásban vagy például kutyasétáltatásban. A helyi kistérségi szociális központnál igyekeznek minden igényt kielégíteni. Hát arra biztatom az egyedül élő idős embereket, hogy nyugodtan hívják a Paksi Kistérségi Szociális Központot. Nyilván van ott egy telefonszám, meg egy készenléti telefonszám is, amelyen be tudnak jelentkezni. Emellett a Városi Tömegközlekedési Vállalat buszokat ajánlott fel az önkormányzatnak, hogy ideiglenesen azokkal tudják az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó helyi és ingázó munkavállalókat szállítani. Erre azért van szükség, mert a Volánbusz ZRT járatai nyári menetrend szerint közlekednek. Valamint arról is döntés született, hogy valamennyi paksi közintézményt fertőtlenítik. Már akár ezen a héten elkezdődik az önkormányzati tulajdonú intézményeknek a fertőtlenítése. Ez ilyen hidegfüstös generátorral fog történni, itt tartom a kezemben ezt az eljárásmódot, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan szert, fertőtlenítő szert tartalmaz, amely a lipidburokkal rendelkező vírusokat is pusztítja. Vagyis az önkormányzat által végzett fertőtlenítő módszer kifejezetten hatékony lesz a koronavírus kórokozója ellen.